Budapest vasárnap lesz Zámbó Jimmy, 42, születésének 61. évfordulója, amelyről a február 23-i koncerten emlékeznek meg, ahol különleges feldolgozás is felhangzik majd a király első házasságából született fia, Christian, 39, előadásában. Már méltónak érzem magam arra, hogy apám legismertebb dalát is áldolgozzam. Túl nagy volt az árnyék és túl sok a kritikus, de mindez már nem érdekel, és ezt neki köszönhetem, magyarázta az énekes, és a Mindent Megbocsát című slágerre célzott. Apám megjelent álmomban, és megértően bólogatott. Szerette volna, ha zenész lesz belőlem, de erre sokáig nem álltam készen. Az X-faktor után is kétségek gyötörtek, de beláttam, jól érzem magam a színpadon. Sosem fogok felérni az ő szintjére, de helyén van a szívem, és küldetésem, hogy a dalai iránti érdeklődést a mai fiatalokban is fenntartsam, tette hozzá Christian, aki rögzíti is az újra gondolt dalt, sőt videóklipet is forget hozzá. Szeretném helyre tenni a dal szövegüzenetét. Nem arról szól, amit sokan belegondolnak. Ez a megszállott zseni himnusza, akinek a zene és a család volt a mindene. Pásztor László ezt remekül elkapta, fejtette ki Christian, és a Magneoton lemez kiadó tulajdonosára, és a Neoton Família korábbi vezetőjére utalt, aki korábbi cikkünkben is elismerte, Jimmynek tetszett, ami ennek a dalban leírta. Christian lelkét már csak az nyomasztja, kívülállónak érzi magát a pály rokonságában. Jóban vagyok mindenkivel, mégis kakuktojásnak érzem magam, és valami azt súgja, ez már így is marad. Az emlékkoncertet azonban nagyon várom, és remélem, addigra a nagyim és a nagynéném is felépül, mondta, és a tüdőgyulladást szenvedő Mariettáról, 62, illetve a kombcsontöréssel kórházban kezelt Anna néniről, 93, beszélt. Mariette antibiotikumos kúrája még tart, de a koncertig rendbe jön, édesanyámat pedig hamarosan hazahozhatjuk, tudtuk meg Zámbó Árpitól, 59, aki szintén fellép az emlékkoncerten, és kérdésre válaszolva azt is elárulta, okkal szerepel a plakáton téves szám. Története van, miért a 60-as került rá, és nem a 61-es, de ezt csak ott mondom el. Kis grófó is dalban mondja el, jegyek még korlátozott számban kaphatók. Olvasható a 18 éve elhunyt Zámbó Jimmy, 42, emlékének szentelt közösségi oldalon, és a Csepeli Munkásotthon tájékoztatása szerint Bangó Margit, Szikora Robi, Szolymos Tóni, Ollá Gergő, Kökény Attila, Lő.
Le Junior, Peters Remek, Nyári Károly és Kis Brófó is énekel majd Jimmy Slagert a 460 férőhelyes színházteremben, sőt a 100 tagú cigányzenekar is színpadra lép.